Na, szevasztok, reggel, délelőttet. Most tesztelgettem, mert levettem arról a quadról a szivacsot, mert tompa volt a hang. Hogyha így is szeles, akkor már nagyon tele van a hómacskám. Mert elvileg két mikrofont kéne eltakarni, és nem értem, miért van rajta még egy harmadik is, ami befolyásolja a hangot. Na mindegy. Majd meglátjuk. Szia! Várjál! Ha arra mész, vigyázz, szállj le majd a megálló előtt, mert egy baszott nagy csomó üveg van középen széttörve. Ja, oké, hogy nem vág, de biztonsági üveg, akkor még szét tudja jönni a gumire. Úgyhogy ja, jobb, ha átcipeled az üveget. Köszönöm. Tehát az biztos. Szívesen! Nem tudom, mi van ebben a géppel, de most nem ismeri föl megint a hangomat. Na, első cím, Tölcsibe, Vesmedvényi. Síp utca 17-ben viszem a már felvett ételt. Messze. Síp 17. Ott. Na mi van itt, nézzük csak. Az kosz. Itt egy tüske, mondtam én. Pikli! Majd befoltozza. Jusson másnak is. Megjöttem! Na, mi van ezzel? Lesz más, hogy nem működik a lift? Nincs is az első, akkor mi az elsőt jelzi? Ja, mert ez a fél emelet. Lehet, hogy csak az érzékelő rossz, mindjárt megnézem itt is. Mindjárt. Aha, az érzékelő rossz. Hello! Hogy vagytok? Én jól, csak utálom, amikor nem működik egy létező lift, vagy a gombja. Ezt átadtam. Azt mondja, hogy papíron is át kell adni, mert azt nem sikerült még megnyomni. 11:53-kor. Hát, ahhoz képest, hogy mikor indultam, ez egész jó. Itt a második cím. Ohana pókból. Jaj, Ohana pókból. És nincs is messze. Ott az Ohana. Sziasztok! Megvan a cím, Párizs utca 8. Ha jól látom a címet. Ha vinnem kell. Hideg van most még mindig. Nem, 6B. 6 a 6B. Lehet mégis csak engedett egy kicsit, mert érzem, hogy puha. De nem sokat. Vissza kell fújni ezt a kis darabot, amit elvesztett. De előbb rács. Jibbi! Én biztosan várom, hogy itt akarsz. 6B. 6A. Akkor minek van ide írva? B. Jaj, de szeretem! Vagy itt se kell senget? De itt kell. Még egy lift, és tudom forogni. Hello. Csupa lift az élet. Átadtam a második címet, és kacok. Itt a harmadik. Na, haladunk előre. És a harmadik címem az a Subway Basilica. Az is közel van.
Szeretem az ilyen közeli címeket mostanság, nem érdekel, hogy mennyire van messze. Ebéd időben ez tök jó. Úgy szorzó van, minél többet lerakok, annál magasabb lesz a bevételem. Ha távolra megyek, az is jó, de jobb most a sok kicsi a szorzó időszakban. Vagy ha távolra megyek, akkor mondjuk kettő egyszerre. Az úgy nagyon király. Hello! Az étel megvan, és viszem a Gyulai Pál utcába. Jól néztem? Nem, hülye vagyok. Kárdi Gyula utcába, az ötbe. Úgyhogy szépen visszamegyek a József Attila utcához, és az András Hille. Az lesz a legjobb. Ide jövök. Nem, várjunk üzlet, vagy ház? Sajnos ház lesz szerintem. Igen. Még egy lift. Három cím. Három lift. Mindjárt megyek, ja? Hát... Semmi. Na, cukoltja. Csukszik a betűn. Átadtam a harmadik címet. 12:26-kor. Ez egész jó arány. Ja. Egy óra alatt. Na, király, jó. Magasabb, mint 3000. És az kire maradjon így még 7 órát, és boldog vagyok. Megjött a negyedik cím. Kínai büfé Brody. Kefordulom. És innen. El kell menni a sípükre. Az erre van. Picit most fázom. Jó lenne, nem négyjel mennénk. Az tény. Ez mind áll. Hú, de ide van. Megvan az étel, és az Őr utca 10 a címem. És jön a következő, ami a Granny konyhája. Példának okádék, ez a Balázs Béla utcában van. Szia! Megkaptam a kis ételkémet, és... Iránya. Szobjeszki. 34. Kimegyek a tálin, az jó lesz most. Két nagy különbség volt, láttál? 34. Megjöttem! No. Sikerült átadni a dögöt.
az ételt, nem adogat, bocsánat. És tök jól állok, még mindig fönn vagyok a 3000-es óra fölött. Na várom, a következő címe. Nyilván, amikor a kasszában állok, megint a következő címem, ami a Ten Minutes Bistro. Csak itt nem tudok oda menni, úgyhogy kerülnöm kell. Még van 7 percem odaérni. Talán még átérek azon a lámpán is. És át. Lassan. Sziasztok! Hát, érdekes címet kaptam. Ugye ez a Ten Minutes Bistro már eleve mínuszba volt, amit nem értek, mert nem mindegy. És 13:40 van, és most indulok el az Ötvös utca 36-ba. Hát nem volt olyan laza, mint gondoltam az út. Jaj. Vides francba. Átadtam a címet. Hát nem volt lift. Azért nem működik. Úgyhogy erre nem emlékeztem jól. Várom a következőt, mert még kell cím, kell. Hát elment a jó kedvem. Két okból. Nagyon éhes voltam, és még csak most tudtam enni, még nem hoztam az a jó kedvet. Meg ez az út, amíg idejöttem, az nem volt strapa nélküli. Plusz most egyrészt nincs színem, másrészt mind a két oldalt beakadtam az ajtóba, mert kiálló hülyeségek vannak rajta. Áruljátok el nekem, hogy miért kell egy gombos kilincs egy kapu külső részére, amit befele tolsz. Képzeljétek el, a mihez tartás véget, hogy rossz kedvem van, és egy cím se nem nagyon volt. Még egy poén jött, itt láthatjátok lógni. Elszakadt a váltóbob, de a hülye diagramára megint eltépett egyet. 3 havonta dobok ki egyet, újat. Úgyhogy most 34/11-be tekerhetek egész hátralévő időben. Vagyis, ha ezt a címet, amit most kaptam, a pizza rakétát, mert ahhoz én voltam a legközelebb itt az otthonon, nyilván. Elvittem, akkor hazamegyek. Mert így nem lehet, tehát letépi a lábamat konkrétan. Arrohadtul nehéz tekerni. És mindig megfogadom, hogy lesz nálam egy pót, de múltkor a pótot nem pótoltam, úgyhogy nincs nálam pót. Pófdent száll. Ugye most single speed-en van! Ami nagyon jó! Imádjuk! Na, itt vagyok. Hogy van az étel, és elindulok fel a Sali utca 2-4-be. Jaj! Amúgy is levonult már az ebéd, mert ilyen hülye címek, de akkor szoktam már kapni, amikor már csak én mondjuk egy-két emberrel most a bolond, aki bent van. Nagyon sokan fogják magukat, 2-kor lelépnek a Vides Franciba. Köszi, gyere csak, mert én nem tudok menni. Na, a gyalogos, jaj, de jó. De mindig történik valami, amikor rossz kedvem, akkor bevonzódnak a dolgok. Nyilván, mert jobban odafigyelek, jobban ki van érezve a dolog. Figyelni kell a jobb kezes. Jó. És ilyenkor van az, hogy B-kapu. Nem, itt nincs ilyen. Itt csak áll van. Itt átadtam. Dzsungel mellett. És be is fejeztem. Elindulok haza innen, nincs annyira messze, mint a belvárosból. Köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy néztetek. Találkozunk legközelebb.
Hú, remélem jobb kedvem lesz. Nagyon remélem. Na hát, srácok, az van, hogy ugye cseréltem bringát, meg otthon voltam egy kicsit, most elindultam bár elé, és úgy döntöttem, hogy magammal hozom még a kamerát. Ha van szerencsém még egy-két címet kivinni ebben a döggel, akkor kiviszek. És csak ilyen kis nyugodt tempóban, semmi erőlködés. És a poén, ahogy kitaloltam most, hogy a bringát, pontosabban újra kihoz, elindultam volna bele, akkor vettem észre, hogy a múltkor az egész hegyet úgy tekertem végig, hogy nyitva volt a hátsó szelep. Tehát fölfújtam és úgy hagytam. Sarkupakot nem tettem rá, se nem cseréltem előtte se nem csavartam előtte vissza a szelepet. Na, elindultam, már be vagyok jelentkezve. Remélem jön egy-kettő cím, hogy kiegészítsem a délelőttit. Nem kell túl hosszú. Már vagy 30 perce várakozom, és megjött az első cím. Pizza és minden. Na, most teszem el az ételt, meg összerakom a telefont, hogy töltsön, mert le fog merülni, nem volt otthon időm tölteni. És ennyi. Ja, a gumit le kell róla venni. Azért kell levenni a gumit, mert csak azért volt, hogy fogja a GoPro aksikat. De azt most nem tesszük oda. Viszont a gumit visszarakom, csak nem a kábelre. Így. Tölt, nagyszerű. Papíron fölveszem, hogy el tudjak indulni. Mégpedig... Uróri Sándor 23A. Mi, hogy csak pizzákat hozok, nem lesz. Megjöttem? Ez a 23. Persze, hogy a kukák itt vannak, ha bejárnak, hol más, hol lennének. Hát, lift az nincs. Átadtam, és megjött a következő. Csak 200 forintra vagyok a határértékemtől, úgyhogy ez egy ilyen, ki tudja, mi lesz, hová kell vinni. Ó, ez is egy kis cím. Megyek a Street Bistróba, és viszem a Veselényibe. Mégpedig a Veselény 8-ba. No, erre kell menni. Másfelé nem tudok. Viszont széles leszek ebben a döggel, úgyhogy oda kell figyelni. Yeah! Kijutottál? Na, ezt figyeljétek! Ez a király, mert macska kövenet meg se fog szólalni szinte. Mindegyik átjön a pirosan. Ez is. Ugyanakkor már nem gyors. Na. Meggyűjtem. Megvan az étel, és mindjárt elindulok, csak papíron is legyen meg, biztosan. Ja, már fölvette. Jaj, de jaj, vagyok. Na és ehhez pedig a Veselényi 8, vagyis vissza itt szépen a kiskörútra. Kert velem haza, mert velem kell kenyeret. Tofut! A tofu nélkül éjjel halok.
Van otthon gombám, van még zeller, szár, tofu, kenyér. Tegnap rosszul jártam, megvettem egy Aldis leértékeltet, és hazavittem, és penészes volt a címke alatt, úgyhogy falatot nem ettünk belőle. Ment a kukába 400 forintért. És még csak nem is reklamáltok, mert leértékelt volt. Na, ez lesz a finom. Azért ezzel más tépni 30 felett. Cserébe átmegy mindenen is. Én csak egy megoldás van. Gyaloglászat. Na, akkor is egy nagy jobban megyek vissza időben, mert nem vannak. Lidl. Na, átadtam, lejöttek érte. Kicsit lassan, de sikerült. Gondolom, a hölgy egyedül akart, aztán lejött vele a két gyerek is. Arra ügyesek voltak. És ennyi, meg van a kis célom, mehetek haza. Vissza kellett jönni, muszáj volt, teljesíteni kellett. Na, ismét köszönjük, hogy itt voltatok, hogy megnéztetek. Találkozunk legközelebb. Remélem, ez volt az ajtónyitó. Igen. Ja, nyitva is volt. Aj, de jó. És ennyi. Pá. Tényleg pá. Szerintem elmegyek ott hátul.